wish I could go back, back when we were young. Thank you.
Hogy is mondjam, felüdülés, hogy egy napot versenyzünk. Nincs olyan nagyon nagy stressz, mint egy kétnapos versenyen, de azért szeretnénk ezt is ugyanolyan komolyan venni, mint bármelyik másik versenyt, mint az előző kettő kétnapost, és szeretnénk minél jobb eredményt elérni nyilván. Eddig úgy néz ki, hogy abszolút második helyen állunk, ami magunkat is meglepve nagyon jó eredmény, de ezt hozzátenném, hogy nem az első helyre utazunk, nem abszolútat nézzük. Nagyjából végig kell gurulnunk, tesztelni kell az autót, próbálgatjuk magunkból kihozni a legtöbbet, a biztonságos keretek között persze, de ha Wirtmann Feri visszakapja az egy percet, akkor lecsúszunk a harmadik helyre nyilván, de ez majd a jövő zenéje. Azt mondanám, hogy eddig, hogyha tényleg másodikként fejeznénk be a versenyt, az eddigi legjobb eredményünk lenne. Hát tulajdonképpen ugye a PSA az a nevünkből adódik, ugye Pap, Arnold, Szabó Árpád és valami értelmeset megpróbáltunk belőle kihozni, amit még ki is lehet ejteni. Így jött ez az egész, és alapvetően mivel már régóta mind a ketten benne vagyunk a motorsportban, és már egész sok csapatnál megfordultunk, azért vettük a bátorságot, hogy egy saját csapatot is létrehozzunk, ami úgy néz ki, hogy sikerül, hiszen itt vagyunk, most már durván fél éve. Működünk. És működünk, mennek az autóink is, amik eredményeket is hoznak, úgyhogy elvileg a rendszer jól működik. Alapvetően úgy indult ez az egész, hogy igazából két autóra építkeztünk az év elején, vagy a tavalyi évben, ez a Födő Imre és a Szőnyi András volt. Viszont én azt gondolom, hogy több sikerünknek is betudhatóan, ami a Szilveszter Rallyn is tudtunk valamilyen szintet nyújtani, több versenyző is megkeresett minket, hogy esetleg a mi szolgáltatásainkat igénybe vegye, és nálunk versenyezzen. Őket bevettük a csapatba, jelezték, hogy miket szeretnének, milyen segítségre van szükségük, mi erre felépítettünk egy struktúrát, és igazából így közösen együtt dolgozunk, így alakult ki az, hogy a Mészáros Attila is historikban nálunk megy, illetve a Tóth Ottó is nálunk megy, szintén historik hobbikárba, illetve van egy Rally 2-es versenyzőnk is, a Szabó Attila, aki szintén erősíti a csapatot, hogy nagyjából most ez az öt páros az, aki egyfolytában nálunk megfordul. Ugye nem mindegyik versenyen mindenki indul, de velük dolgozunk közösen együtt. Igazából amikor azt az egészet elkezdtük, az Árhő azt találtuk ki, kéne egy olyan csapatot csinálni, akik úgy tudnak versenyezni, ahogy mi szeretnénk egyszer versenyezni. Az egész alapból arra indult ki, hogy mi nagyon szeretnénk menni rajta, és vagyunk az ügyön, egyszer szeretnénk visszakerülni a versenypályára. Alapvetően én egy járműmérnöki diplomát szereztem ezelőtt egy jó másfél évvel, és engem nagyon vonzott ez a motorsport világa, főleg azon belül is a rally, és mindig érdekelt az, hogy hogyan tudnánk egy olyan versenyautót, hogyan tudnánk úgy versenyautót építeni, hogy az tudatosan legyen felépítve. És ebbe próbálunk segíteni az összes pilótánknak, hogy próbáljuk megtalálni ezekben az autókban azt, hogy ő neki mire van szüksége. Ez kimerítjük a fejlesztés területén, vagy vannak olyan autók, amik a szabályok nem engedik meg, hogy nagyon módosítsuk, de alapvetően az autó struktúrája úgy legyen képítve, hogy mégis valamennyivel jobb legyen, mint akkoriban, amikor kellett volna megépíteni, jobb legyen. Ebbe segítek itt a srácoknak. Alapvetően van két olyan versenyzőnk, akinek a teljes szolgáltatását a csapat csinálja, tehát az autó felkészítéstől a versenybusznak az összerakásáig, a tartalékalkatrészeknek az utána rendeléséig. Egyelőre úgy látom, hogy ez a két autó, akik tudunk fixen vállalni, a többieknek pedig próbálunk csak segítségnyújtással és közös kommunikációval segíteni.
A közeli cél az mindenképpen az, hogy sikeresen befejezzük az idényt, mind az öt pilótánk elégedetten tudjon decemberben nyilatkozni, és azt mondhassa, hogy tényleg ez egy jó év volt. Én azt gondolom, hogy ha ez összejön, akkor mi egy sikeres csapattá váltunk egy év alatt. Persze ezután jönnek a nehezebb dolgok. A magam nevénben azt tudom mondani, hogy én nagyon szeretnék visszakerülni a versenypályára, tehát ez egy hosszabb táv, és nagyon szeretnénk elindulni egy olyan irányba, hogy nyitni a külföldi Európa-bajnokság felé is. Nagyon ügyködünk azon, hogy a közeljövőben lehessen egy olyan autónk, amivel a külföldi versenyeken is részt tudjunk venni. Egész héten, egész hétes nagyon sok munka volt, úgy volt első évünk versenyezni, és a végén eljöttünk. Próbáltunk fölébredni, nem annyira bírtunk, pláne még tegnap voltam egy buli, volt még kicsit elfáradta, nem bírtam fönnlenni, de élveztük azért függetlenül a versenyt. Most nagyon jó volt az autó, tehát kormány, még futó, minden jó volt, most én voltam a leggyengébb láncem. A második körben voltak néhány technikai, kisebb technikai problémánk. Kaptunk egy olyan nagy kátyút, amitől valószínűleg a futóművünk egy kicsit gajra ment, kicsit elállítódott, azért már nem tudtunk olyan magabiztosan autókázni, mint az első körben. Plusz még a töltésünk is elment, azért sietnünk kellett ebben, hogy mindenképpen beérjünk a célba. De itt vagyunk a célban. Úgy néz ki, hogy megvan a D2-es bajnokság. Úgyhogy örülünk, és nagyon örülünk, hogy itt lehettünk.